szemléletmódot nyújt és az újkori élet problémáira válaszol. Többek között ezt ígéri a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola és az Apor Vilmos katolikus főiskola közös képzése. A nevelőknek, pedagógusoknak, szülőknek, emberekkel dolgozó vezetőknek szóló továbbképzés nagyon sok témát ölel fel. A természetes élet kibontakozását szolgálja, ennek fogásait, lehetőségeit, törvényszerűségeit veti számba. Ez a bizonyos organikus pedagógia, ez egy németországi eredetű pedagógiai módszer és elmélet és gyakorlat egyben, amelynek a magyarországi meghonosítója Uzsaléné dr. Pécsi Rita, az ő nevéhez fűződik itt Magyarországon ez a képzés, és ennek a képzésnek is ő a fő mozgató rúgója. Ennek a képzésnek az a célja, hogy itt a kelet-magyarországi régióban is ezt a módszert hozzáférhetővé tegye pedagógusok számára. A tanároknak, óvónőknek, a közoktatásban, köznevelésben dolgozóknak a 2,5 éves képzés 120 kreditet jelent, de nem csak a pedagógusok számára kínál jó lehetőséget. Óralátogatással olyan is jelentkezhet, aki nem felsőfokú képzésből jön, egyszerűen csak érdekli az emberi kapcsolatok, a nevelés, a személyiségfejlődés vagy akár a párkapcsolat témaköre. Egy iránytűt, egy szemüveget nyújt, én így szoktam sokszor fogalmazni, hogy nem egy merev módszertani eljárást, bár nagyon sok módszert is mutatunk mellé, hanem egy olyan inkább alapelvekre építkező szemléletmódot, hogy amikor az ember belekerül egy ilyen látással, egy hétköznapi problémába, hogy nem tudom én a 2 éves gyerekem most hogyan hisztizik, vagy miért és itt mit tudok fogni, vagy a 17 évesnek mit mondjak, amikor bedurcizik, vagy a vezetettemnek hogyan hívjam elő azt a belső motivációs erejét, hogy legyen kedve dolgozni, és ne kelljen a sarkába állni. Szóval ehhez szemléletmódot, tehát hogy tudom, hogy merre induljak el, és adott esetben a saját arculatomhoz, a saját vérmérsékletemhez, ahhoz a csoporthoz, gyerekhez, emberhez igazítva tudja megtalálni a módszereket. Bár a képzés keresztény értékekre épül, világnézeti szempontból semleges környezetben is hatékony pedagógiai szemléletmódot sajátíthatnak el az ide jelentkezők. A korábban végzett hallgatók között volt már rendőr, orvos, közgazdász is, akik hatékonyan tudták alkalmazni az életből és a tudományból merített tudást. A képzésről a szentatanász.hu oldalon lehet tájékozódni, jelentkezni pedig augusztus 31-ig lehet.